A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel üdvözöljük a televízió nézőket Fogas Kérdések című magazin műsorunkban, ahol a mai nap folyamán is dr. Csulak Fruzsinával beszélgetünk. Jó napot, üdvözlöm! Jó napot kíván! Hát eltelt egy hónap, és újabb kérdéseket kapunk a rádió hallgatóktól, tévénézőktől. Nagyon örülünk neki, és így bíztatnék is mindenkit, hiszen a Vörösmarty Rádióban futó Orvos Válaszol című magazin műsorunk kapcsán, és itt a Fejvár Televízióban a Fogas Kérdések kapcsán is szabad és lehet kérdezni a doktornőtől. Majdnem azt mondtam, hogy tőlünk, de hát én úgyse tudnék rá válaszolni. Ó, már tudna. Hát lassan. A mai nap folyamán a gyermekekkel foglalkozunk, és leginkább a gyermekfogászat fog előtérbe kerülni, és ide vonatkozóan van egy hallgatói, nézői kérdés. A kisfiam 2 napja elesett, a metsző foga meglazult, eléggé lóg, ezt nem tudom pontosan mit jelent, még aznap bementünk a sürgősségire, mondanom sem kell, hogy semmit nem csináltak a fogával. Másnap, szombaton elvittük a fogorvosi ügyeletre, ahol szintén nem csináltak vele semmit, mert nem volt hozzá olyan anyag, amivel össze tudnák fogatni a fogát, vagy sínbe tenni, és csak hétfő délután 1 órától rendel a fogorvosunk. A kérdés most következik, meg lehet még ennyi idő után menteni a fogát, ez az egyik része, mert hogy szegény se inni, se enni nem tud, szörnyű, hogy ennyi időt kell várni szegénykémmel. Azt hiszem, hogy az orvostechnikai részében nem menjünk bele, hogy miért kell ennyit várni ma egy fogorvosnál, vagy egy fogorvosi ellátás esetén. Mennyire tipikus eset, és mi lehet az az anyag, ami hiányzott, amivel nem tudták megoldani a sürgősségi ellátást? Ugye beszéltünk erről, hogy ugye nyáron ez szezonális a balesetek, akvapark, medence, futkároznak a gyerekek, játszanak, többet vannak kint, stb. Ez ugye hétvégén történt. Hétvégén rendszerint nincsenek nyitva a fogorvosi rendelők. A sürgősségin a kórházban ugye nincsenek fogorvosok, tehát nem tudnak, nem csak, hogy nincs anyaguk, hanem nem tudnak hozzányúlni, tehát nincs mivel elvégezni a sinezést. A sinezést egyébként egy rögzítő dróttal, szalaggal lehet elvégezni ilyenkor. Ugye nem kaptam információt arról, hogy hány éves a gyermek, hogy itt tejfogozatról vagy maradó fogról van ez szó, mert az nem mindegy. De egyébként a rögzítés az egy merevítő rosttal, vagy egy merevítő szalaggal történik, és egy bizonyos tömőanyaggal kötjük össze a fogakat egybe, egy merev rögzített sínbe 2 hétig. Uh-huh. Közben olvasom, de nem írják, nem derül ki, hogy ezt így nehéz egyébként emiatt eldifferenciálni, hogy most akkor itt tejfogról van szó. Aha. Nem értem, hogy azt sem tudom így most, hogy akkor az egyik fog felnyomódott, a másik esetleg lóg, teljesen kiesett, aha, vagy aha. Mert hogyha kifele esik, tehát mondjuk úgy érte az ütés, hogy alulról felfele érte az ütés a fogat, és kifele jött az alveolusból, tehát a fogmederből, uh-huh. akkor azt akár óvatosan vissza is lehet helyezni, de ez attól is függ, hogy mennyi idős a gyermek, uh-huh. ott tejfogról van-e szó, fölött, a tejfog fölött ott van-e a maradó fogcsíra, tehát itt már a röntgen is szóba kerül, tehát ez komoly eszközigény, gépigény, hogy minden kérdésre választ adjunk, és a megfelelő ellátást el tudjuk végezni. Úgyhogy ez sajnos egy ügyeleten nem áll ezek szerint rendelkezésre, mert ott általában egy akut fogfájdalmat tudnak ellátni. Egyébként jó lenne, hogyha ezre is lenne megoldás, mert hát nyilvánvalóan azért hétvégén ez nem egy ritka dolog, hogy ilyen előfordul. Igen. Egyébként, hogyha várfogdentálba bemegy mondjuk egy ilyen problémával, mi meg tudjuk oldani, csak ugye nem vasárnap. Nem vasárnap. Tehát ugyanez van, hogy vasárnap mi sem dolgozunk. Tehát vasárnap marad az ügyelet. No hát, nem véletlenül hoztuk ezt a témát, hiszen ma a gyermek fog, és azon belül leginkább... Bocsánat, megkérdezte az anyuka, hogy még van esély, hogy a fog hogy rendben marad. Fontos. Igen. Van, tehát, hogy azért nem kell még temetni a fogat. El fogják látni, valószínűleg megfelelően elkészítik majd a röntgent, ha kell, besinezik egy fogászaton ezt, ahol fel vannak készülve, tehát egy rendes, úgymond állandóan ott dolgozó uh-huh. fogorvos a saját rendelőjében erre fel van készülve, tehát emiatt még nem kell aggódni. Menthető állapot, mondhatjuk. És hát akkor beszélgessünk arról, pontosabban itt már aztán kilátogatunk újra a várfogdentál rendelőjébe, hogy mi is a helyzet a tejfogakkal.
Ha minden jól megy, akkor van nekünk egy kedves páciensünk, és egy utolsó tejfogat húz majd ki a doktornő. Mennyire jellemző, hogy sokáig bennmarad egy gyerekeknek a tejfog, illetve meddig normális ez a folyamat, hogy mondjuk bent van még a tejfog? Az egyébként, hogyha hosszabb ideig marad benne a tejfog, és nem váltja le a gyermek abban az időben, ami elő van úgymond írva, tehát ami a gyakoribb, vagy a leggyakoribb, az nem feltétlenül probléma. Viszont, hogyha mondjuk 12 éves korig a szemfogaknak, tehát 12 éves korig a teljes maradó fogazat nagyjából mindenkinél azért megvan. Uh-huh. Tehát addig a teljes tejfogazat leváltásra kerül, és ilyenkor már azért meg kell nézni, hogy ha esetleg mégsem, akkor miért. Van-e maradó fog a tejfog alatt, milyen pozícióban van, ha nincs, akkor mit lehet csinálni, ha van, akkor esetleg rossz irányban nő, hogy tudjuk segíteni, hogy megfelelő irányban nőjön. Tehát itt röntgenre van mindenképp szükség eldönteni. Egyébként pedig, ha minden rendben van, akkor egyszerűen lehet, hogy egy lassú fogváltásról van szó, és ez nem probléma. No hát akkor kedves televíziónézők, nézzük, hogy távolít el a doktornő egy utolsó tejfogat. Azért készítettük ezt a röntgenfelvételt, mert Bogi már annyi idős, hogy igazából teljes maradó fogazattal kéne rendelkezni, és ugye észrevették, hogy van itt egy szuvas tejfoga, ami mozog, és nem esik ki, és ugye azért nem tud ez kiesni, mert van egy kis torlódás itt a bal felső oldalsó régióba. Ez abból látszik, hogy ez a szemfog, ez elindult errefele ferdén, és ugye nem egyenesen nő ki, és ezért nem tud rendesen eltávolodni az a tejfog. Ezért annak most segítünk kijönni, viszont önmagában ez nem lesz elég, nem kelleni fog majd egy fogszabályozás, amivel a helyére hozzuk a szemfogat. Úgyhogy most egyelőre első körbe kivesszük azt a kis tejfogdarabot, és a következő lépés az az lesz, hogy egy ragasztott fogszabályozó készülékkel helyet készítünk ennek a kicsit eltévedt szemfognak, és utána be tudjuk szépen igazítani a sorba. Jó, úgyhogy igazából ehhez érzéstelenítő nem fog kelleni, nincs gyökere annak, az csak egy zavaró tényező, úgyhogy azért fogjuk eltávolítani, illetve azért, mert nem tudja magának kivenni, mert tartja az ínye, úgyhogy egy kis felületi érzéstelenítést fog kapni a Bogi. Kiszedjük ezt a kis tejfogat, és akkor megbeszéljük a fogszabályozás lépéseit majd. Bogi esetében azért távolítottuk el ugye ezt a tejfogat, mert szuvas volt, és ugye ezt vették észre a szülők. Úgyhogy érdemes otthon a szülőknek néha időről időre megnézni a gyermekek fogazatát, mert hogyha van például egy nagy lyuk, azért azt ők is észreveszik. Ilyenkor érdemes eljönni fogászatra, és akkor egy röntgen alapján megállapítjuk, hogy tejfogtömést készítünk, vagy esetleg eltávolítjuk azt a tejfogat. Hogyha el kell távolítani a tejfogat, az általában olyankor van, hogyha útjában van egy maradó fognak, vagy már olyan fogban szuvas, hogy gyulladást okoz. Itt ugye a fog előtörés zavarta, tehát a tejfog fölött elhelyezkedő maradó fog nem tudott előtörni a rossz tejfogacska miatt, ezért távolítottuk el, de amint az előbb mondtam, ez nem lesz elegendő, tehát egy fogszabályozással kell majd segítenünk a fognak a helyére találni. Hát ez lett volna egy tejfog története, egy utolsó tejfog története. Doktornő, sok gyermek kerül a fogorvosok kezébe, keze közé utolsó tejfoggal, vagy azért a legtöbben megvárják, hogy kiesik az magától? Ez azért változó. Nyilván, aki hozzánk jön, ő azért érkezik, hogy valamilyen ellátást kapjon, vagy legalább egy kérdést feltegyen, hogy szükséges eltávolítani a fogat. Olyankor szoktak jönni nem feltétlenül utolsó tejfoggal, hanem akár az elsőknél, amikor az alsó frontfogak elkezdenek váltani. És egyes esetekben a tejfog mögött, tehát egy sorral hátrébb indulnak el a maradó fogak, vagy előrébb. Meg kell nézni ilyenkor a kis páciensnek, milyen a fogváltása, és ha kell, akkor ilyenkor már el lehet távolítani a tejfogat, ez nyilván még az első. Tehát ez egy gyakori kérdés, amivel jönnek, megmutatják a szülők, és akkor eldöntjük, hogy az normálisan meg fog-e történni ez a fogváltás, vagy rá kell-e segíteni. Az utolsó tejfog eltávolítás pedig lehet, hogy nem gyerekben van, hanem akár felnőttben. Tehát, hogyha van egy olyan eset, amikor nincsen maradó fogcsíra, egyáltalán nem fejlődik ki, akkor bennmarad a tejfog, de esetleg elszugasodik, vagy kilazul, és akkor pótolni kell, vagy nálam fogszabályozáson ugye gyakran előfordul, hogy bent van még a tej szemfog, és a maradó fog valahol az álcsontba eltévedve ott van. Aha.
Állandó kérdés, és ezzel is foglalkoztunk már a rádióban, akkor zárjuk ezzel a gondolattal. Egy szuvas tejfog okozhat-e problémát mondjuk a maradó fognak, ugye az, ami utána jön, tehát így a csontfognak. A köznyelven csontfog, de orvosilag talán a maradó fog. Szóval, hogy okozhat-e problémát a következő fognak? Az alatta lévő fognak is okozhat problémát, tehát ez attól függ, hogy milyen fokú gyulladást alakít ki ez a tájfog, mennyire van elszúvasodva, milyen állapotban van. Megzavarhatja magát a fogváltásnak a menetét is, illetve fogív szűkülethez is vezethet, hogyha sok hiányzik a tájfogból, tehát olyan nagy adag szúvasodik el belőle. Illetve, hogyha úgynevezett kontakt elszúvasodást okoz a mellette már előbújt maradófogon, akkor a maradófogra is átterjedhet ez a szúvasodás, és akkor már nem csak egy tájfogat kell betömnünk, hogy akkor már egy maradófog is érintett lesz. Kedves apukák, anyukák, nagypapák, nagymamák, érdemes a gyereknek akkor a tejfogára is odafigyelni, és ha szúvas, akkor hát nincs mese, vagy tömjük, vagy ugye ki kell húzni. Doktornő, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is beszélgethettünk. A televízió nézőknek köszönöm szépen a figyelmet, és akkor egy hónap múlva újra fogas kérdések. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.